Budapest székes főváros, az ínség akciók útján. Havonként 100 vagon fát és szenet oszt ki az ínségesek között. Az életed magányos együttlét. Hurcolod magaddal, akár hová mész. Ideje, hogy változz, és ideje, hogy lépj. Képzeld el, hogy ez az ország nem csak egy öletbe hulló cigaretta végig. Szemmel nem néz senki, mindig csak felülről. A bankszámládon kuparogsz, és ott is egyedül. Az senkinek sem kérdés, hogy 10 millió ember együtt, hogy van egyedül. Szép jó estét mindenkinek, köszöntök mindenkit a Facebookon keresztül az élő közvetítésben, ez itt a Partizán, innen Budapestről, a Baross utca 85-ből, a Patyulatból, a Partizán stúdiójából. Ma egy különleges adással készülünk nektek, hogy azt már éleztük a múlt héten. Tamás Gáspár Miklós idén tölti be 70. életévét, és éppen ezért egy életút interjúban nézzük át az élet történetét. Ehhez felkértük Misetics Bálintot, aki amúgy is dolgozik egyébként a műsorban, de mivel jobb ismerője Tamás Gáspár Miklós életművének, mint én magam, ezért azt gondoltuk, hogy ő lesz az, aki ma este végigvezet benneteket ezen a nagyon gazdag életúton. Köszöntöm itt az élőadásnak az élő nézőit is, akik eljöttek ide most Budapesten, és azt a lehetőséget szeretném fölkínálni, hogyha bárkinek az interjú során lenne bármilyen kérdése, akkor tegye fel a kezét. Osztunk mi az aktivistákkal együtt majd egy papírlapot, erre föl lehet írni a kérdést, és az interjú legvégén lehet ezeket a kérdéseket föltenni Tamás Gáspár Miklósnak. Nagyjából másfél órás lesz ez az életút interjú. Azt gondolom, hogy igazán tartalmas esetnek nézünk elébe, kezdjünk is bele most azonnal. Sziasztok, szép estét! Szia, Gazsi! Szevasztok! Köszi szépen, hogy ennyien eljöttetek. Annyit pontosítanék, hogy noha életút interjúként volt meghirdetve, valójában nem az életútról, hanem Gazsinak a politikai gondolkodásának az alakulásáról, fejlődéséről fogunk beszélgetni. És 10 évvel ezelőtt, amikor egy beszélő interjúban kérdezték Gazsit arról, hogy tulajdonképpen mivel is tölti az idejét, azt mondta, hogy mindig mostanában is a politikai cselekvés filozófiai megalapozásának lehetőségét kerestem. Úgyhogy erről szeretnénk most a következő másfél órában beszélgetni, hogy mikor, miben láttad a politikai cselekvés helyes filozófiai megalapozását, és egészen a 80-as évek elejéig vissza fogunk menni, és úgy igyekszünk majd beszélgetni a korábbi nézeteidről, hogy ne csak arról beszélgessünk, hogy mi az, ami miatt megváltoztattad végül azokat, vagy amit már nem úgy látsz, máshogy látsz, azt gondolod, hogy akkoriban tévedtél, hanem ennek az ellenkezőjére is, és bizonyos szempontból arra még inkább kíváncsiak volnánk, hogy mi az az érzékenység, melyek azok a szempontok, vagy meglátások, amelyeket a korábbi politikai nézeteidből továbbra is érvényesnek, vagy legalábbis fontosnak, esetleg szépnek tartasz. És akkor az első szöveg, amivel kezdenénk, az egy 1982-ben megjelent, szamizdatként megjelent írás, a Csöndes Európa, amit később az első jelentős politikai írásodnak írtál, és amiben abban határoztad meg, én azt hiszem elsősorban az értelmiség feladatát, hogy föltámasszuk a tekintély és államellenes, szabadelvű, demokratikus és szocialista politikai gondolkodás és gyakorlat legkülönfélébb hagyományait. És azon túl, hogy ezt jelölted meg egy későbbi interjúban az első fontos politikai írásodban, azért is gondoltuk, hogy érdemes ezzel kezdeni, hiszen az talán nem magától értetődő, különösen a fiatalabbak számára, ideértve magamat is, ugyanakkor nem is véletlen, hogy az intellektuális életutad az a baloldalról, tulajdonképpen a szocialista baloldalról vezetett a szocialista baloldalra, még egy más típusú szocialista baloldalra is, mint ahonnan indultál. Emlékszel esetleg, hogy akkor, tehát ekkoriban, tehát miért gondoltad azt, hogy azoknak az elnyomó rendszereknek a megváltoztatására alapvetően baloldali eszmék alapján kell törekedni? Vérmérsékleti okokon kívül a megfontolás az több irányú volt. Az egyik
szemben állni a modernitásnak azzal a rendkívül radikális formájával, amelyet a szovjet rendszerek jelentettek. Visszatérhetek ezek, miért tekintem rendkívül radikálisnak. Ezekkel szemben nyilvánvaló, és sokan gondolták úgy, különösen a két világháború között, hogy egy olyan tradíciót kell visszaállítani, amely az örök értékekre, a folyamatosságra és így tovább helyezi hangsúlyt. Akkor hadd mondjam el, amit az előbb éppen érintettük itt a folyosón, hogyan alakult ki 1917 és 1923 között az a rettenetes rémület, ami az embereket elfogta a kommunizmustól. Mit csinált 17 után a bolsevik kormányzat, miután hatalomra került, és a legnagyobb visszhangot váltotta ki? Ingyenes és szabad abortusz. Válás kérésre, tisztán adminisztratív dolog, amikor hozzá bíróság. Senki nem bírálhatja, senki nem ítélkezhet. Ha aki el akar válni, akkor elválik. A törvényes és törvénytelen gyerekek közötti jogi különbség megszüntetése. A homoszexualitás dekriminalizálása. Maria Spiridonova nevű SR terrorista az átalakított Izsák székesegyházban, ami akkor valami, nem tudom, ateista központ, vagy mi az ördög volt akkoriban, tartott egy előadást, és mint mondtam az előbb a Bálintnak, az szerintem hátsó Tajföldön, az utolsó megyei lap is közölte ezt a hírt, hogy tartott Spiridonova egy előadást a székesegyházban a fogamzásgátlásról. Egyébként egy többszörösen büntetett terrorista volt, Isten nyugasztalja szegényt. És és következésképpen, ahogy reagáltak erre a dologra akkor, hogy vége a világnak. Vége a világnak. Hát egész egyszerűen most a műveletlen, piszkos, elemit sem végzett prolik fognak diktálni? Egy zsidó lesz a Vörös Hadsereg főparancsnoka? Nőket küldenek nagykövetnek Svédországba, mint Alexandra Kollontait, aki írt egy könyvet, amelynek egyébként nem annyira tartalma, mint a címe volt, történelmi jelentőség, ugyanis úgy hangzik, hogy egy szexuálisan emancipált kommunista nő önéletrajza. Wow! Ugye? Na most, ugye, és hát erre ugye a világ egyesült fehérgárdistái, ugye azt gondolták, hogy ezzel szemben ugye a filozófia perennis, és Aquinói Szent Tamás, és a nemesség visszaállítása, új középkor írt a Berdyájev, stb. Ez volt a kommunista ellenesség hangja, és már akkor Kelet-Európában is kezdett fölhangzani finoman a kommunista ellenségnek ez a bizonyos hangja. Ki volt a legnépszerűbb nem kommunista szerző a magyar értelmiség körében? A Hanvas Béla, ugye a filozófia perennész jelentős képviselője, és én azt gondoltam, hogy nem az arisztokrácia föltámasztásával, nem az egyes embercsoportok közötti születési privilégiumok reprodukciójával, nem az egyes nemek közötti hierarchia föltámasztásával, stb. Kell a modernizmusnak ezt a radikális formáját, amely innen indult ki, amit leírtam, ami persze hát percek alatt megszűnt és a visszájára fordult, nyilván a Szovjetunióban, mondanom sem kell, sehol nem üldözték jobban az abortuszt, ugye, mint a Szovjetunióban, a 20-as évek végétől kezdve már, hanem a modernizmusnak, a modernitásnak a radikális karakterét a szabadság számára megmenteni, úgy, hogy a hamis természetutánzás, a hamis természeti hierarchiák leépítése, annak folytatódnia kell, nem pedig visszacsinálni, ahogyan hát azóta is próbálkoznak némelyek vele, egyébként eredménytelenül próbálkoznak vele, és a régi hierarchiák visszaállítása helyett csak krízist és káoszt okoznak, mert a régi rend visszaállítása lehetetlen. Jó, és akkor hadd idézzek egy rövid részletet a Szem és a kéz című írásodból, ami 1983-ban jelent meg szintén szamizdatként, és egészen eddig egyébként nagyon nehéz volt hozzáférni. A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtárában volt egy példány, illetve a Széchenyi könyvtárban szintén egyetlen igen, nekem sincs. Nem kölcsönözhető példány.
És egy antikváriumban találtam egyébként egyet, egy külföldi antikváriumban, 5000 dollárért árulják. Jól számoltam, 1,5 millió forint, úgyhogy így utólag legalábbis ebben az értelemben elismert munkává vált, és ebben te azt írtad, hogy minél nagyobb baj valamely társadalomban a politikai passzivitás, annál jobb az a társadalom. Minél közömbösebb az emberek gyakorlati és tevőleges részvétele a politikában, annál rosszabb az a társadalom. Tehát ebben az írásban, ami tulajdonképpen egy egyenlőségelvű, államellenes... Hát egy analista könyv is. Igen, baloldali szöveg. Ott többször is visszatérsz arra, hogy mindennek bizonyos értelemben a kulcsa az, hogy mindenki, valóban mindenki részt vehessen a közügyeknek az intézésében, mert anélkül nem lehet szabadság. És ezt azért idéztem, mert a következő nagy fordulópontot jelentő írásodban viszont, a Búcsú a baloldaltól című 1989-ben megjelent írásodban, ott pedig ennek a szöges ellentétét írtad, idézem, minimumra szorított állam, jogbiztonság, a lehető legkevesebb szükséges közügyi aktivitás, a militantizmus bukása, ez volna a jelenlegi erőfeszítéseink értelme. Ami hát tényleg az ellenkezője annak, amit 7-6 évvel korábban írtál, és erre gondoltam rákérdezni, hogy mi történt akár Magyarországon abban az időszakban, abból következik-e az, hogy ennyire máshogy láttad a közügyekben való részvételnek a jelentőségét, vagy pedig nem a társadalmi átalakulások, hanem a te saját intellektuális alakulásod vezetett ebbe az irányba? Nem, egyik sem. Semmiképpen nem Magyarország. Ugye ezeket az éveket, én 86 és 89 között én nagy részt Amerikában és Nagy-Britanniában töltöttem, és ami akkor foglalkoztatott, ugye akkor voltak ezek a sokakat lelkesítő forradalmak, Nicaragua és hasonlók, és szembe kellett néznem az akkori baloldallal, amely az én szememben kombinálta a szociáldemokrácia és a radikális, romantikus forradalmiság legrosszabb vonásait. Elméletellenességben, eltúzott egalitarizmusban és így tovább. Mindenképpen ugye látni kellett, hogy ezek a harmadik világbeli forradalmak, amelyek akkor folytak, ezek hát hősies és sok tekintetben csodálatra méltó mozgalmak, ugyanakkor mindazt a hibát tartalmazzák, amit én Rousseau-ban véltem és vélek azóta is felfedezni, akit egyébként szintén borzasztó nagyra tartok, és hát még egy-két olyan szerző, mint Rousseau, Platón, és még nem sokan. De a nagyság az nem minden. És tehát azt gondoltam, hogy az a fajta nem arisztokratikus, hanem radikális és baloldali lebontása a civilizációnak, amely részben persze megérdemli ezt a lebontást, amelynek a viszonya a természetességgel és a természetivel, a spontánnal és a szenvedélyessel az én akkor érzéseim szerint patológikus volt. Az erőszakkultusztól kezdve a valódi populizmusig, mert amit most annak neveznek, az persze nem az. Hát történt értelemben más volt. És ez növekvő ellenszenvvel figyeltem, beleértve a single issue mozgalmakat, amelyek akkor bontakoztak ki, a környezetvédelemtől a feminizmusig, és így tovább, rendkívüli aggályaim voltak, és mondom, ennek filozófiai alapjai voltak. Azt, amit egyébként ezt a kritikát akkor még nem figyeltem erre föl, megtalálhatjuk a frankfurti iskola írásaiban, de nekem erre akkor csak konzervatív bázisaim voltak, hogy alapjaim voltak arra, hogy ezzel szembe tudjak szállni. És akkor azt gondoltam, hogy az én spontaneista preferenciáimat jobban szolgálja a tradicionalizmus, mint a megkonstruált és utópikus forradalmiság. Tehát így csúsztam bele egy libertárius baloldali álláspontból egy libertárius jobboldali álláspontba, amelyben a legközelebb a spontaneitáshoz azt tartottam, ami örökletes, ami
ösztönös, ami művészi, ami a formákban öröklődik. Régi jó konzervatív előítéletek, és nem értéktelenek, de kétségkívül furcsa most visszanéznem ezekre. És hát ugye természetesen bizonyos értelemben imponáltak azok a civilizációs maradványok, amelyek a hagyomány értékét mutatták meg olyan dolgokban, mint a tartás, meg az ízlés, meg a szépérzék, meg a szótartás, meg a többi ilyesmi, amit a konzervatívok annyira szeretnek, joggal, mindannyian szeretjük, én azóta is szeretem ezeket, csak nem vagyok konzervatív, nem gondolom, hogy ez pusztán hagyománytisztelettel és spontaneizmussal meg lehet ezeket tartani. De kétség kívül ez a fajta a hiperracionalizmusnak és az aktivizmusnak az a kombinációja, ami a 80-as évek szerintem elég rossz fajta baloldalát jellemezte, az rendkívül ellenszenves volt nekem. És úgyhogy én nagyjából átsétáltam a liberalizmuson attól jobbra, mert a liberalizmus akkori domináns formái úgy éreztem osztoznak ezekben a hibákban. Konstruktivizmus, hiperracionalizmus és egyébek. És akkor arra kellett gondolnom, szemben az, amit most az imént is mondtam, hogy nem pusztán csak a modernizmusnak a karakterével van szó a kelet-európai országokban és másutt olyan helyeken, amelyekkel én nem rokon szenvezem, hanem magával a modernizmussal vannak problémák. És természetesen nem tudtam visszamenni odáig, mint mondjuk egy Leo Strauss, ugye a természetjogi gondolkodáshoz, és így tovább, az olyan messze sem jutottam, bár mindent elkövettem, hogy jussak, de nem sikerült. Teoretikus akadályok merültek föl, ugyanis. És hát így kerültem bele aztán, körülbelül ebben a szellemi álbumban kerültem bele aztán a kelet-európai radikális átalakulásoknak a folyamatába, ugye 88-89-ben. És ugye mondtad, hogy a konstruktivizmus volt az egyik, ami ellenszenves volt az akkori baloldalban, de közben meg konzervatívként 1989-ben kelet-európaiként, illetve magyarként azzal kellett szembesülni, hogy itt a hagyományt is csak konstruálni lehet. És akkor erre tettél egy kísérletet, ami alapvetően a reformkori, illetve dualizmuskori liberalizmust igyekezett egyrészt, mint hagyományt megkonstruálni és tovább gondolni. És hogy mit találtál vonzónak akkor ebben a részben Deák Ferenci, Eötvös Józsefi liberalizmusban? Sőt, Asbót, igen. Miért az volt az a hagyomány, amit szerinted építeni vagy őrizni kellett? Jó, hát egyrészt ugye nyilván az ember megpróbálta megnézni azt, hogy pont ezen a helyen, ahol mai küzdelmeink folynak, mire voltak képesek és hajlandók legjobbjaink. És azt találtam, hogy legjobbjaink már nekik sem volt nemzeti hagyományuk, ugye? Eötvös ezt világossá tette, nem nagyon hangosan, de mondjuk a számára, vagy a nemzedéke számára alkalmas nemzeti hagyomány nem talált. Ezt egyébként megtalált az egész reformkorban, az mindenkinek problémája volt természetesen, Vörösmarty, stb. És akkor azt találta Eötvös, hogy valami történt Magyarországgal és Kelet-Közép-Európával, Ausztriában, jelesül egy olyan kombinációját a fővilágosodásnak és a konzervatív royalizmusnak és arisztokratizmusnak, amely azt az örök problémát megoldotta számukra, amikben ma is küzdenek a liberálisok, akik még vannak, hogy hát hogyan lehet egy polgári társadalmat létesíteni olyan országban, ahol nincs polgárság, ahol ugyan van kapitalizmus, de a kapitalizmus az idegen kapitalizmus, tulajdonosok többsége idegen cégek, idegen társaságok, idegen tőke, osztrák elsősorban akkoriban, és hogyan lehet a nem létező tradíciót valahogy az osztrák-magyar közös múltból és második Józsefből és az egész fővilágosodásból valamiképpen motorrá alakítani, és hogyan lehet a morális elveket a tradícióba beépíteni. Tehát amikor ő megírta ugye
a reformkornak és a fővilágosodásnak egyik kedvenc témája volt, és akkor is pont olyan ellenszemre talált a közönség körében, mint a hasonló dolgok manapság. A börtönügy. Akkor is azt mondták, hogy miért kell foglalkozni ezekkel a tolvaj gazemberekkel, akik ott ülnek a börtönben, csak szenvedjenek. Ugye, hát ezt ismerjük. Hát akik alkalmatlanok, meg versenyképtelenek, meg erkölcstelenek, nem tudom, csak szenvedjenek. És erre Kölcseitől és Szalai Lászlótól kezdve, Ötvös Józsefig, mindenki, de egyébként az Ausztriában is így volt, mindenki azt gondolta, hogy amennyiben az állam büntető hatalmát és a kényszert magát, az állami kényszert magát nem lehet humanizálni, akkor a modern államiságból és a modern politikából soha nem lesz civilizáció. És különösen nem lesz keresztény civilizáció, ami Ötvös számára lényeges volt. A kereszténység és civilizáció ellentét volt akkor is, és maradt, de azok a katolikus liberálisok, vagy délnémet katolikus liberálisok, akiknek ő volt, az egyike volt, mert ő nem volt egy magyar vidéki jelenség, hanem egy nemzetközi szellemi mozgalomnak volt a része, délnémet és osztrák katolikus liberalizmusnak volt fontos, az egyik legfontosabb szereplője. Neki az volt a véleménye, hogy hívő katolikus volt egyben, mint Széchenyi. Azt gondolta, hogy a civilizációt civilizálni kell, azaz humanizálni kell, és az az állam, amelynek véres a keze, az csak ne próbálja megmondani az embereknek, hogy hogy kell élni. Az nem tarthat fönn egy erkölcsös rendet. És ott mutatkozik meg az állam igazi értéke, ahol az államnak a hatalma abszolút, és kivel szemben abszolút állam hatalma, a foglyokkal szemben, természetesen a foglyokkal, illetve akkor a katonákkal szemben. Ugye mi volt az egyik legfontosabb intézkedés a II. Józsefnek? Ugye a kínzás és a botbüntetés megszüntetése. Ezt visszaállították, ugye? És akkor is pontosan azt mondták, megírta az újság, hogy az ilyen idegen szívű ficsfirittyek, mint Ötvös József, már megint az ilyen társadalom ellenes elemeket védik, ahelyett, hogy a tisztességes ember. Tetszik ismerni a mai újságból, ugyanezt lehet olvasni. És hát ez számomra rendkívül rokonszenves volt, és maradt. Továbbra is azt gondolom, hogy az az állam, amely kegyetlen a neki kiszolgáltatottakkal, az csak ne predikáljon. És az csak nem mondja meg az embereknek, hogy milyen irányban szabad dolgokat átalakítani, vagy megőrizni. Az elvesztette az erkölcsi jogosultságát arra, hogy irányítsa a népet. Az államnak különféle funkciói vannak, az egyik, ugye, amiről nem szívesen beszélünk, éppen liberalizmus hatására, de azért reális, az állam nem pusztán csak kormányoz, hanem vezet is. Eszményeket képvisel a cselekvése révén, implicite is azt állítja, hogy így helyes cselekedni. Na már most, ha valaki kínozza a foglyokat, és botozza a bakákat, az nem vezethet egy népet. Ja. És tehát az a fajta beépítés az erkölcsi megalapozásnak a nemzeti tradícióba, amelyre törekedett a centralisták csoportja, az ma is számomra nagyon is példaszerű, és hát akkor folytattam bizonyos értelemben az ő művüket, beleértve a népszerűtlenségüket. És mi az, amit az adott ehhez a politikai projekthez, hiszen itt tulajdonképpen a konzervativizmus újjá alapítására tettél javaslatot. Tehát, hogy mi az, ami a hozzáadott értéke volt annak, hogy ezt te a hagyományokból vezeted le, hiszen nagyon sok minden, ami ebből következett mondjuk a politikára nézve, hogy tehát az állami kényszer visszaszorítása, a szabadságjogok garanciája és így tovább, az tulajdonképpen programja volt ettől a hagyománytól, persze, legalábbis mint hivatkozási alaptól függetlenül is a rendszerváltásnak. Igen. Én azt gondoltam, hogy meg lehet esetleg alapozni ezt többek között olyan hagyományokban, amit nem is gondolunk. Hogyha belegondolsz olyan szerzők, hogy csak magyar szerzőt mondjak, műveibe, mint Berzsenyi. Ugye a Berzsenyek egy rendkívül erőteljesen moralista költő volt, és erősen patrióta költő volt. Milyen életformát javasolt honfitársainak? Ugye a liget, a pagony, a kert, a séta, a hajnali ég, a nemes életformának
a természet közelisége és civilizáltsága. Nem csak buta, ostoba, gentri létezett, hanem a nemes életforma meg volt, hát utópikus form, és idealizált formában természetesen. És én ezeket az utópikus és idealizált formákat szépnek tartottam, beváltak és érvényesültek a költészetben, és arra gondoltam, hogy a nyugalom, a spontaneitás, a szépség, az a fajta visszaszorulás az aktivizmusnak, ami a legjobb szándékkal is növeli a kényszerek számát, hát legalábbis egy ellenkép gyanánt segíthet azon, ami folyik. Tudod, hogy van az ilyesmi, illetve nem tudom, tudod, de legalábbis nálam úgy van, hogy mi táplálja az olyan fajta szerzőnek a reménykedését, mint én vagyok. Hát maga az írás. Maga az írás, természetesen ez úgy van, hogy amennyiben írásban sikerül, hát ez mint a művészetben, maga az írásban sikerül amit megformálni, hogyha nekem érvényes nyelvi alakban valami megjelenik, hogyha nekem ebben a formában sikerült valami, akkor talán másoknak is sikerül más formában. Hát ez a többek között, ez a magán utópiája azoknak a szerzőknek, akik számára az írás a régi módján jelent valamit. Visszatérve még picit a hagyományhoz, hogy ugye te balról jössz, és kerestél magadnak egy hagyományt, vagy hát nem igen. Magadnak, hanem Magyarországnak tulajdonképpen. És miért gondoltad azt, hogy egészen a 18. század tulajdonképpen első harmadáig vissza kell menni, vagy legalábbis a 19. század közepéig, és mondjuk, tehát mi volt a baj mondjuk azzal a én nagyon átfogóan progresszív hagyománynak, amit valamit mondjuk Szabó Ervin, Jászi Oszkár, vagy később a 45-48 közötti rövid időszak és annak az időszaknak a fontos gondolkodói jelentettek. Az inkább adta volna magát, hogyha valaki baloldalról hagyományt keres egy új politikai közösség megkonstruálására. Igen, csak akkor éppen nem voltam baloldali, úgyhogy nem ott kerestem a dolgokat. Természetesen ezek nekem mindig inspiráló szerzők voltak. Nem azt kell képzelni, hogy ebben a korszakban én abba hagytam az ilyesmitnek az olvasását. Nyilvánvaló, és soha nem voltam ebben a korszakban ideológilag tiszta, hiszen a Bibó emlékkönyvben Bibó tisztelően kicsit mást írtam, azért a republikanizmusra érintkezve. Hát ezt útkeresésnek hívják, jó indulatúan. Téveigésnek hívják, kevésbé jóindulatúan, intellektuális kalandvágynak hívják, még kevésbé jóindulatúan, de hát valahogy így, és hát természetesen ez nem is tartott olyan nagyon sokáig, mert ez egy tarthatatlan dolog volt. Többek között azért most teljesen függetlenül az én személyes életutamtól és 80-as évek végétől és 90-es évek elejétől. Van egy rendkívül erőteljes problémája minden konzervativizmusnak, és egyáltalán nem pusztán csak Kelet-Európában, sőt nem is pusztán csak a kontinentális Európában, de elsősorban. Jelesül, hogy itt a forradalmak végül is megtörténtek. Nem képzelhető olyan konzervativizmus, vagy konzervativizmus helyesebben, amely nem reakciós. Itt csak ellenforradalom van. Az, amit én konzervativizmusként megkonstruáltam, az képzelődés volt, ábránd volt, visszafelé irányzott utópia volt, és meglengetve divatja múlt kalapomat elbúcsúztam tőle. És akkor ami maradt, mert valami talán maradt azért, ezek az esztétikai érzékenységek? Például, meg hát mi a minden konzervatív beállítottság alaptétele? Hát az, hogy régebben jobb volt. Ugye, az természetesen, ugye, mit gondol egy rendes konzervatív? A rendes konzervatív azt gondolja természetesen, hogy Homérosz jobb költő volt, mint Vergilius, és Vergilius jobb költő volt, mint Dante, és Dante jobb költő volt, mint Goethe, és Goethe jobb költő, mint azóta bárki. És persze. Tehát az a fajta dialógus, amelyet minden hagyományra alapozott civilizációban az emberek a múlttal folytatnak, az számára továbbra is vonzó. És hogy idézzek egy jeles konzervatívot, aki megkérdezett a kislánya, hogy kik a kedvenc szerzői. És azt mondta, hogy Aeschylus, Shakespeare és Goethe.
ez úgy hívták, hogy Karl Marx, és ő válaszolta, ezt írta Laura lányának az emlékkönyvébe. És igen, úgyhogy persze ezek nagyon, nagyon megmaradtak, és én ilyen értelemben, mint köztudomású, én a dead white males elleni ellenszemben nem osztozom. Jó. És akkor 5 évvel később írtál egy cikket, ami tulajdonképpen, bár inkább csak látszólag párja a Búcsú a baloldaltól című írásnak, ez a Búcsú a jobb oldaltól című szöveg, de azért... Igen, csak 5 évvel később. Igen, és egy kérdőjel volt a címnek a végén, és tulajdonképpen nem is búcsúztál el a jobb oldaltól, hiszen azzal zárott, hogy talán mégsem kell búcsút mondani a jobb oldalnak, mert abban reménykedtél akkor, hogy nem csak a fölvilágosodás, a baloldal öröksége, hanem vele szemben a nagy hagyomány is képes az univerzalisztikus, magas civilizáció újjáteremtésére, a szabad állampolgárok politikai közössége közös ügyének újra gondolására. És akkor ugye mit is jelentene ez? Talán két kérdés adja magát, hogy mi a baj a fölvilágosodással, vagy mit gondoltál, hogy mi a baj a fölvilágosodással akkor, amikor egyébként az a hagyomány, amit te konzervatív időszakodban igyekeztél hát föleleveníteni, az szintén jelentős részben a fölvilágosodásból táplálkozott. Hát igen, pro és kon, komplikált módon, igen. Komplikált módon. Illetve, hogy akkor mi volna az a nagy hagyomány, vagy mit gondoltál akkor ennek a nagy hagyománynak, amiben létének, ami ezzel szemben egy jobb alapja, idézem, az univerzalisztikus magas civilizáció újrateremtésére. Rá akkoriban nagy hatása volt Leo Strauss, akinek az volt röviden összefoglalva a véleménye, az ő leghíresebb munkája, egy természetök és történelem című munka, ami egyébként, mint azóta tudjuk, válasz egy történelem és osztálytudat című másik munkára. Ez később derült ki egy levélből, és amelyben ő Max Webert bírálja. Különösen Max Webernek azt az azóta is elterjedt és széles körben ma is vallott nézetét, amely szerint a tényeket és értékeket el kell választani egymástól, amelyek nevében ugye a tudomány az értékmentes, ez közismert dolog, ezt nem részletezem, és amelyet ő relativista szkepszisben marasztalt el, és amely szerinte megszünteti mindenfajta tudománynak a lehetőségét, és amelyel szembe ő a természetjogi hagyományt szögezte, méghozzá akkor még teljesen általános formában, Aquinói Tamást épp úgy, mint Rousseau-t és Kantot, és Maimonides persze, és sok mindenki mást, Arisztotelésztől kezdve természetesen, és ennek a lényege akkor, vannak itt izgalmas részletek, de majd máskor, én abban láttam, hogy itt egyesül a legrigorózusabb teoretikus filozófia, amely kiállja a legszigorúbb érvelés próbáját, a legmagasabb rendű és a legrégebbi filozófiai hagyománya, amely hát amennyire ez egyáltalán lehetséges, különféle korokon keresztül kitartott. És amelynek vannak és akkor is voltak számomra olyan filozófiai alátámasztási kísérletei, amelyekkel kapcsolatban kételjeim voltak, és a kételjek azóta elhatalmasodtak, ez egy másik kérdés, de akkor azt gondoltam, hogy mert kétségbe esetten kerestem a megalapozást, nyilván az alapokat, hát akkor az volt ugye érdekes módon, nem tudom megfigyelték-e, hogy kik szoktak alapokat keresni. Az ember azt gondolná, hogy a konzervatívok szoktak alapokat keresni, és ez nem így van. A konzervatívok, akik beérik a meglévővel, beérik az adottal, azokat ilyen horáciuszi módon kezelik a valóságot, és az alapokat lényegében a forradalmárok szokták keresni, a filozófusok, a kereszténység, a forradalmárok, azok, akik úgy érzik, hogy nincsenek alapok. Kik keresnek alapokat? Akik hiányolják őket. És hát
ezen nagy nevek után, hogy az én szerény kis nevem is ott áll, mint aki alapokat keres. Igen. És hát valóban ezzel telt az időm, tehát amikor azt gondolták, hogy én, na mondj egy nevet, Kúnya Imrével vitatkozom az országgyűlésben, akkor ugye az egyrészt lehet, hogy szórakoztató volt a közösség számára, amely párviadalnak és bikaviadalnak tekinti az ilyesmit, de ami számomra fontos volt, és nem csak számomra, hanem azért néhány hívem és olvasom számára, hogy akkor meg lehet egy kontroverzia és egy vita formájában kollektíve keresni egy ilyen procedúrában, mint a parlament, keresni az igazságot. Hogyha keressük az igazságot egy bírósági pörben, nem? Végülis miről szól egy bírósági pör? Meg kell állapítani, hogy mi az igazság. Mi a ténybeli igazság, és mi a normatív igazság. Ezt kell megállapítaniuk a vitázó feleknek, az ügyésznek és a védőügyvédnek például, az alperes és a fölperes képviselőinek egy polgári perben, és a bíróságnak lelkiismeretével, tényismeretével és jogi lelkiismeretével összhangban meg kell állapítania, rekurrálva az alapokra, hogy mi az igazság. Lényegében egy parlamenti vitának ugyanez volna a funkciója. A nyilvánosság előtt a kollektivitás nevében és jelenlétében megkeresni az igazságot. Ezért vitatkoztam, hát jó, nekem Kúnya Imre jutott, mindegy, nem a legrosszabb, nem. Jogilag művelt ember volt, és a maiakhoz képest egy félisten. De akkor nem ez volt az érzésem, de ez mulandó tévedés. És hát erről kéne, hogy szóljon, természetesen tökéletlen és rögtönzött és felemás formákban, azért másképp, ez nem baj. Az élet ilyen, ez nem baj. Én nem sosem irtóztam attól, hogy a hétköznapi csatákba beleegyedjem, ma sem irtózom tőle, mint ha megtisztelnek azzal, olvassák időnként a politikai cikkeimet, akkor tudja. De a cél az ugyanaz, persze. Itt közben azon gondolkodtam ennek az időszaknak az írásai kapcsán, hogy ami nagyon hangsúlyos volt az első hosszabb elméleti művetben, a Szem és a kézben, ahol hát 10 oldalakon keresztül írsz arról, hogy mi a gazdasági társadalmi egyenlőség helyes értelmezése, és azt milyen típusú társadalomban lehet leginkább elősegíteni. És aztán külön írsz arról, hogy természetesen nem csak a vagyoni egyenlőtlenség a probléma, hanem az a hatalmi egyenlőtlenség is, ami a munkahelyeken van. És aztán mindezek a kérdések, hát egy olyan 10 évre nagyjából, egy szűk 10 évre biztosan, kicsit talán több is, mint 10 évre kikerülnek az írásaidból, és ezekben akár a búcsú a baloldaltólban, akár ebben a búcsú a jobb oldaltól című írásban, ezek szinte hiányoznak, teljes egészükben hiányoznak, és vissza tudsz esetleg arra emlékezni, hogy és ez talán azért is fontos, mert hogy közben zajlik az a rendszerváltás, ami pedig egyrészt szélsőségesen növeli a jövedelmi, vagyoni egyenlőtlenségeket, tömegeket tesz munkanélkülivé, tehát egy társadalmi katasztrófa tulajdonképpen minden jogállami vívmánya ellenére is, és hogy mégis ezek az akkor nagyon sokaknak húzsba vágó témák, ezek nincsenek egyébként lekicsinyelve természetesen ezekben az írásokban, de lekicsinyelve sincsenek, tehát egyszerűen csak hiányoznak. Tehát hogy mit gondoltál arról, hogy ezek az eszmék, most akár a természetjogi gondolat, akár korábban a centralisták és doktrinéreknek a liberalizmusa, hogy az miként viszonyul a szegénységhez, az egyenlőtlenségekhez, hogy mi a köze hozzá, vagy kell-e, hogy köze legyen hozzá. Igen, hát ugye itt valóban a politika mondjuk ezt eléggé meghatározta. Jelesül azok az emberek, akik képviselték akkoriban azokat a téziseket, amelyek utóbb igaznak bizonyultak arról, hogy a rendszerváltás egy tökéletes katasztrófa volt. Ugye azok az elmúlt rendszernek voltak az exponensei, illetve a szélsőjobboldali, ezek az ellenségek voltak, úgyhogy következésképpen nyilván nehéz volt belátni, bár egyre inkább rémülten látta az ember, hogy nem csak Magyarországon, nem csak Kelet-Európában, hanem a neokonzervatív politika másútt is természetesen kellemesebb körülmények között gazdagabb országokban, szintén rettent, rettent
rettenetes következményekhez vezet. Az nem volt különösen, mert vidám Angliában a Thatcher rendszer alatt a munkásosztálynak, ugye? És így tovább, nem beszélve arról, hogy lehetett látni, hogy a neokonzervatizmus bizonyos reményeket fűztem, milyen elképesztő mértékben vált szövetségesévé különböző terrorrendszereknek és katonai diktatúráknak a harmadik világban, úgyhogy növekvő distanciával néztem ezt az egészet, és hát ezeknek a kételyeknek, egyre erőteljesebb, de akkor még meg nem fogalmazott kételyeknek volt egy következménye, hogy hát én megszűntem politikusnak lenni 1994-ben, nem jelöltettem magam ismét az országgyűlésbe, és ezáltal befejeztem az aktív politikai pályámat tulajdonképpen. Mert hát úgy éreztem, hogy kételkedem, következésképpen nem mondhatom meg az embereknek, hogy mit csináljanak, amit egy politikus, még hogyha szerényen fogalmaz, akkor is implicite legalábbis mégiscsak azt mond, tehát nem azt mondja, hogy ezt és ezt gondolom, kövessetek. De hogyha kételkedem a saját igazamban, akkor nyilván nem mondhatok ilyesmit senkinek, tehát akkor próbáltam hát újra gondolni a dolgokat, mit csinálhat valaki, aki egy ilyen fajta ember, mint én vagyok. Igen, úgyhogy persze ezek nagyon súlyosan estek a latba, és nem beszélve arról, hogy megint látnom és éreznem kellett a civilizációnak és a politikai tradíciónak az elképesztő erejét, hogy jelesül annak a problémának az erejét, amelyet itt megemlítettem, hogy az európai kontinensen nincs olyan konzervativizmus, amely nem ellenforradalmi. És ez még egy olyan eltorzult és félcéderes és sikertelen rendszer után is, mint ugye a létező szocializmus volt, ugye ennek a konzervatív opponálása utólag is, hát az erőteljes ellenforradalmi karaktereket mutatott és mutat mai napig. És ellenforradalomnak pedig nem akartam soha azért a szövetségese lenni, természetesen. És úgyhogy ezt látni kellett volna, illúzió volt azt képzelni, hogy a kontinentális Európában lehetséges, nem ellenforradalmi jobboldal, és konzervatívus nem lehetséges, akármilyen sajnálatos, vannak ilyen személyek és kisebb csoportok, mint társadalmi jelenség, nem lehet. Hát ugyanis le kell rombolni mindazt, amit úgy, ahogy, de mégis ugye a létező szocializmus hozott létre. Amely létrehozott egy nagyon szegényes, de nagyon reális civilizációt sok tekintetben az első rendszer lévén, amely sokak számára valamiféle civilizációs vívmányokat nyújtott. A lakótelepektől a művelődési házakig, és a tömeges könyvkiadásig, és a tömeges film, és a többi. Stílusig, modernizációig. Ugye gondoljuk el, hogy 1947-ben az ember ment az utcán, és még később is, a 60-as évekig, elég pontosan meg lehetett mondani az emberek ruhájáról, hogy kicsodák. Még mindig egy kasztos társadalom volt. Ezt azért lerombolta a létező szocializmus. Ez ma nem így van, és már elég rég nincs így. Mert az, hogy valaki szegény, az például lehet egy lecsúszott polgár is. De a lecsúszott polgárt nem lehet megkülönböztetni a munkástól. Nem öltözködik másképpen, mert nem lehet, mert tömeggyártott az egész. Na most, ugye régen az úriember az szabóhoz ment. Lehetett látni, hogy kinek van csináltatott öltönye. Az nem úgy néz ki, mint egy kész ruha. Bizony. Úgyhogy, Szabó volt a nagyapám, úgyhogy tudod, van hozzá szemem. Úgyhogy nekünk ez a civilizációnk van. Volt egy arisztokratikus, és egy nagypolgári civilizáció, és egy budapesti kis középpolgári civilizáció is, tudjuk milyen kicsi, majd szokták írni jobb oldali lapokban, hogy hány előfizetője volt a nyugatnak, igen, kevés. Az a vicc, hogy a nyugatnak volt 3000 előfizetője, a kortársnak viszont a 70-80-as években 40 000. És nem volt az egyetlen. És na most úgyhogy ezek nagyon durva és elnagyolt formák voltak, tudjuk jól, milyen diktatúra tette őket lehetővé,
nincs ezen mit idealizálni vagy rehabilitálni, ez van. És hogy ez maga, ebben magában is voltak ellenforradalmi elemek. De gondoljunk bele, hogy 1946-47-től milyen sok problémája volt a kommunista pártnak a tanácsköztársasági veteránokkal. Hát ők kommunizmust akartak. Hát le kell csukni őket azonnal, hát ezt nem lehetett megengedni, természetesen. Ugye, ilyesmiről szó nem lehetett, a vésztői köztársaságban is hasonló máig rágalmazott kísérletekben. Na már most következésképpen nem nagyon lehetett másképpen, ma már látjuk, nem voltam olyan bölcs, hogy tudjam akkor is, nem lehetett másképpen, mint hogy ezek a hierarchikus formák ellenforradalmi, esetenként fasisztikus formákat öltsenek, amint ezt ma egész Európában szemlélhetjük. Ezt már Robespierre pontosan tudta. És én meg olyan hülyék voltunk, hogy nem tudtuk. Bár mondta nekem valaki, elmeséltek egy kis történetet. 1989 őszén, ott, ahol most a Nagy Imre szobor van, ameddig még ott van, de akkor még nem volt ott, megállított engem egy öreg úr, fiatalabb lehetett, mint én most. Na most, megállított egy öreg úr, és azt mondta nekem, hogy ide figyeljen, fiatalember, mondta. Ha maguk nem vezetik be itt a diktatúrát, akkor itt fasizmus lesz. Mondtam, ne tessék ilyeneket mondani, kedves bátyám. Azt mondja, azt hiszi, hogy mi kommunisták 1945-ben nem voltunk demokraták? Ha mi megmaradtunk volna a demokratáknak, akkor nem jött volna Rákosi, de ja Istenem, mi jött volna Rákosi helyett. Jó, ezt nem tudjuk. De hiszen nem ez történt meg, hiszen nem lettek demokraták, úgyhogy nem tudjuk, mi történt. Mert ráadásul meg itt volt az orosz hadsereg. Na most, ugyebár nem lényegtelen tényező. Na most, tehát az a helyzet, de ő azért tudta ezen a primitív módon, és történetietlen módon természetesen, tudta azt, hogy mik a dilemmák. És mi nem tudtuk. És én legalábbis nem tudtam. És hát most szembe kell nézni, tehát az, amit úgy fejeztem ki, ugyan ennek a sorozatnak a korábbi adásában, hogy ma ugyanúgyan föltéve a kérdés, elsősorban Kelet-Európában, de egész Európában, vagy szocializmus, vagy fasizmus. Itt polgári demokrácia nem lesz. Nem volt, nem lesz. Ezt nyugodtan elfelejthetjük. És bele fog kerülni egy csomó időbe, amikor az emberek erre rájönnek, meg ha nem jönnek rá, akkor marad az, ami van. Jó. De hát én, nekem is rettenetesen nehezemre esett ezt elfogadni. Hát szembe állt, ugye hosszú évekkel, amikor hoztam, ha nem is akkora áldozatot, mint ugye ellenzéki kollégáink mondjuk Oroszországban, tehát mégsem azt szenvedtük el, amit ők, ne? És de hát bizonyos szerényebb áldozatokat vállalva, mégis hát az volt az életem értelme, ezt a nyomorult diktatúrát megszüntetni, leverni, és utána jön a nép, és legyen szabad. És ez nem sikerülhetett, mert hogy egyelőre itt csak egyetlen modernizációs projekt van, nem pedig kettő. Ha tetszik nekünk, ha nem. Látom, sokat nem tetszik, de így van. Jó, erre vissza fogunk térni, hogy akkor mi is az, ami pontosan nem tetszik némelyeknek, illetve hogy te mit értesz szocializmus alatt. A polgári demokrácia, hát azért rengeteg ember, azok is, akik szkeptikusak a polgári demokráciával szemben, nehezen adják föl ezt, hiszen ez az, amiben évtizedekig hittek. Hát a rendszerváltás utáni időknek mégiscsak ez volt a politikai vallása. Ez nem semmiség. Én sem gondolom, hogy ezt az ablakon kell kivágni, mint értéktelen szemetet. Nem csak a valóság számít, amit valóságnak tekintenek, hanem az emberek vágyai és álmai és projektjei és tervei és elképzelései, azok pont olyan részei a valóságnak, mint bármi más. Hát én ezt nem gondolom értéktelennek. Hát jól tettük, csak tévedtünk. Jó, és akkor, hogyha tovább haladunk, illetve még ezelőtt, ha szabad, külön is amiatt a figyelmetekbe, illetve a figyelmükbe ajánlom ezt az írást, a Búcsú a jobb oldaltól, mert noha 94-es, de nagyon sok minden, amit a 90-es évek elejé politikának
a politika ellenességéről, vagy antipolitikus mi voltáról írtál akkor, az, tehát hogy egész bekezdéseket lehetne átemelni a mai kontextusba úgy, hogy azok pontosak és megszívlendőek lennének, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy olvassa újra. A fiatalabbaknak már csak azért is egyébként, mert hogyha valaki előveszi ezt a Más világ című vastag fehér kötetet, ami a politikai publicisztikáidnak a gyűjteménye, akkor az egyúttal egy nagyon jó bevezetés a 90-es évek első felének a politika történetébe is, ami sokunknak, akik akkoriban óvodába jártunk, nincs meg a napilap olvasás élményeiből. Hát nyilván egy nagyon sajátos prizmán keresztül, de egy izgalmas prizmán keresztül. És akkor az előbb említett okokból, tehát ugye elindultál vissza baloldalra, és ennek egy köztes állomása volt ez az Új osztálypolitika című írás, amiből szintén igyekeztem kiválasztani a programadó vagy tételmondatot, és azért is azt gondolom, hogy ez volt az első írása ennek a baloldali fordulatnak, nem a búcsú a jobb oldaltól, mert itt tulajdonképpen még exkuzálod magad, hogy hát neked is nehezedre esett leírni, hogy baloldalinak kell lenni, de hát sajnos muszáj baloldalinak lenni. És itt azt írtad, hogy a demokrácia aktív híveinek tábora csak akkor mentheti meg a szabad társadalmat, ha türelmesen és perspektívikusan átalakítja politikáját, és ez a politika, ha tetszik, hanem a jelenlegi körülmények között csak baloldali színezetű lehet. Itt tehát tulajdonképpen nem is a baloldaliságért magáért, vagy a klasszikusan, vagy a lényeget tekintve baloldali eszmékért, magukért javasoltad a baloldalt ismét csak a magyarországi értelmiségnek, ha jól értem, hanem valami másért, amit viszont csak baloldali eszmékkel lehetett akkor előmozdítani, és tulajdonképpen akkor mihez kellett szerinted akkor baloldalinak lenni? Tehát nem a baloldaliságért, vagy a klasszikus baloldali eszményekért, mint ahogyan ez ebből ez 98, ugye? Kiderül. 99. 99. Hát ugye egyrészt ugye ennek van egy egyszerű politikai magyarázata, mert a jobb oldal az nyilván nem olyan lett, amilyennek én javasoltam, hogy legyen, hanem pontosan, hogy leírtam, ellenforradalmi jellegű. Ezt én már konzervatív koromban van nekem egy tanulmány ebben a kötetben, ami a restaurációs forradalmiságról szól. Világos, hát föl lehet ismerni, hogy restaurációról van szó, és nem pedig egy hagyományra találásról és egy organikus fejlődésről. Nem is lehetett másképp, most már tudom, hogy nem is lehetett másképp. Nos, tehát akkor azt gondoltam, hogy ezzel szemben a föllelhetetlen hagyományos, a föllelhetetlen polgárság és a föllelhetetlen polgári civilizáció helyett, amit egyszerűen nem találunk, Kelet-Európában sok tekintetben másutt is, mert azóta most már azt is tudom, mert foglalkoztam ezzel a kérdéssel utóbbi időben, mert az a véleményem egyébként, hogy a polgári társadalom az elpusztult, holott a kapitalista társadalom fennáll, a kapitalizmus fennáll. Az, amit polgári társadalomnak neveztek 1917-ig, illetve 1933-ig, az Európában és a nyugati világban sem áll fönn úgy, ahogyan fönnállt. A polgárságnak a sajátos kultúra, osztálykultúrája és osztálycivilizációja hát alig-alig piszlákol. És itt aztán végképp nem, nyilván, hiszen ezt a kommunisták valóban elpusztították, és ennek következtében sajnos csak konstruálni lehet magasabb civilizációs formákat. Magasabb civilizációs formákat konstruálni pedig egy vegyes társadalomban, ahol konszenzusra van szükség egy ilyen konstrukció megkezdéséhez, nem állnak rendelkezésünkre egyebek, mint morális eszmék. Morális eszmék alapján átalakítani a társadalmat, ez pedig a baloldal tipikus magatartása. És volt is mindig. Ez nem azt jelenti, hogy ez helyes volt, szeretném hangsúlyozni, mert morális elvekből kiindulva is pont úgy lehet tévedni, mint bárhogy másképpen, tehát ez nem dicséret volt, csak egy tipológiai jellemzés. És csak azt gondoltam, hogy, és gondolom máig, hogy amennyiben a kapitalista keret megmarad, vagy fontos, hát nyilván nem marad más, mint a politikai közösségnek az a morális intervenciója, amely civilizációs értelemben politikai, gazdasági, kulturális egyenlőséget teremt,
és nem esélyegyenlőséget, hanem egyenlőséget, és ahhoz, hogy ebből ne legyen etatizmus, elnyomás és egyebek, az szükséges az állandó morális intervenciója az aktív politikai közösségnek. Ha ez a politikai közösség nem aktív, és morálisan nem tartja kontroll alatt a legfontosabb erőt, ami egy ilyen helyzetben lehetséges, az államot, akkor persze a fene megette az egészet. Nincs olyan baloldali mozgalom, amely elszakadhat a néptől. Vagy amely nélkülözheti a népet. Vagy amely elfordul a népi törekvésektől, a népi aspirációktól. Fölmerül természetesen a nehézség, hogy a népi aspirációkat meg lehet hamisítani manipulációval és egyebekkel. Ez nem egy könnyű kérdés, ugye, mint tudjuk, de további probléma. De kétségtelen, hogy amit egyáltalán meg lehet menteni méltóságból és szépségből és meditatív képességekből és intellektuális kifinomultságból és művészi érzékből és becsületből és a fele barátunk iránti tiszteletből és udvariasságból és kedvességből, azt nem lehet diktatórikus módszerekkel elvégezni. Nem pusztán csak azért helytelenek az állami kényszer extrém módszerei, mert az elnyomás önmagában helytelen, hanem azért is, mert az eredményei nem lehetnek jók. Nem lehetnek jók természetesen, mert az eszköznek ez a használata tönkreteszi a célokat, hogy mondjak egy gigantikus közhelyet, de ami egyébként igaz. Úgyhogy ezért van szó szakszervezetekről, ezért van szó, amit manapság egy csúnya szóval úgy neveznek, hogy önszerveződés, milyen más szerveződés van. Ugye szóval szervezkedni, ugye? Szervezkedés, ezekre a dolgokra, erre a dolgokra szükség van, és szükség van arra, hogy erőteljes garanciák legyenek a népi törekvések mellett azoknak a törekvéseknek a számára, amelyek szembe mennek a népi többségnek az aspirációival. Ugye? A szabad társadalomban, ameddig az állam és a tőke uralma fennáll, addig nyilvánvaló, hogy a maximum egy szociáldemokrata balliberális politikát, más természetesen nem lehetséges, ezt lehet radikalizálni és finomítani, de természetesen nem vezethet el az igazán kívánt eredményhez, mert hiszen azért ugye az osztályok nem születésüktől fogva, az emberek nem születésüktől fogva tartoznak az osztályokhoz, hanem a kapitalizmus következtében. Ameddig kapitalizmus van, addig társadalmi igazságtalanság is lesz. Ameddig állam van, addig igazságtalan kényszer is lesz. Tehát természetesen a cél a tőkés társadalom és az állam megszüntetése, gyakorlati politika tekintetében azonban nyilvánvalóan addig nem várhatunk, és ez volt már a 19. századi szociáldemokrácia problémája is. Nem voltak Kautsky és Bebel és Bernstein árulók a szónak abban az értelmében, hogy mást hirdettek és mást csináltak, csak nem tudták, hogy mást csinálnak, mint amit hirdetnek. Ők azt gondolták, hogy a reformeri magatartással a fokozatos fejlődéssel megpróbálnak annyira közel kerülni a célhoz, amennyire lehet, föntartva, mint rezerváció mentáliszt, a forradalom végső igazságát. Ez nem megy. Tehát már is ugye a baloldali álláspontban is belső ellentmondásra voltam kénytelen bukkanni saját kedelemben, ha így tetszik, aki hát ugye természetesen nyilván kívánnám azt, hogy mit tudom én, ne növeljék meg 400 órára a kötelező túlórát. Természetesen. Gondolom azt, hogy emberibb társadalom lesz a szó lényegi értelmében, hogyha csak 300 óra lesz a túlóra. Hát nagy fenéket, ameddig megmarad a bérmunka, addig nem lesz jó élet soha. De az, hogy a bérmunkán belül kíméletesebb, könnyebb, enyhébb emberi viszonyok legyenek, ezt én természetesen, mint állampolgár és mint a polgári állam alattvalója kívánom és eléréséhez szeretnék mindenkit hozzásegíteni, illúziók nélkül. Ez egyszerűen miért vannak kevésbé illúziói, mint olyan okos embereknek, mint Kautsky? Hát egyszerűen utána élek.
egyszerűen utána élek. Mert fiatalabb vagyok, mint Kautsky. Ő már meghalt. És tévedett, és csalódott. Az utolsó munkáiban nyoma nincs a marxizmusnak. De sose mondta ki. Én darwinista munkákat írt, materialista történet felfogás, az egyebekről, olvashatatlan, hosszú, tudós, komoly munkák. Én elolvastam az egyik bírálójának a kedvéért, Karl Korsnak a kedvéért, aki írt ellene egy könyvet, úgyhogy ezért elolvastam a Kautskyt is, szörnyű. Na minden esetre, de egy nagy ember volt. Egy nagy ember volt. Aki 1919-től haláláig azzal töltötte az életét, hogy a Szovjetunióval és a bolsevikokkal vitatkozott. És hát persze vitatkozott ugye a saját ifjúságának az igazolásáért, és ezt megérte. Akkor tulajdonképpen felvezetted a következő kérdésemet, hogy mert eredményben a politikai cselekvés kívánatos filozófiai megalapozásáról beszélgetnénk. És ugye amikor az Új osztálypolitika című írásodat megjelentetted, akkor elég egyértelmű volt, hogy mi következik abból a mondjuk ilyen baloldali liberalizmusból, vagy baloldali republikanizmusból másrésztről, aminek akkor ott hangot adtál. Tehát mi következik, említetted is a politikai cselekvésre nézve, egyrészt a cselekvő szolidaritás a szegénységben élőkkel, az egyenlőtlenség kárvalottjaival, a szakszervezetek támogatása, másrésztről közpolitikai szinten újraelosztás, munkavállalói jogok, a jóléti állam védelme, illetve megerősítése, és így tovább. Ugyanakkor, az a típusú baloldaliság, amit azóta képviselsz, és aminek bizonyos szempontból talán a legrészletesebb leírása az a Telling the Truth About Class, magyarul sajnos még nem olvasható című szöveged. De szlovénul és szerbül bármikor. De azt már dolgoznak egyébként a magyar fordításon, én tudom. Nem tudtam. Szóval, hogy ez egy nagyon szép és hosszú szöveg, és ennek a szövegnek az egyik legfontosabb állítása az, hogy amire szocializmusként szoktunk gondolni, és akkor most persze nem a diktatúrás államkapitalizmusra, hanem a munkás mozgalomra, a történeti szociáldemokráciára, és így tovább gondolok, hogy ezeknek is a legnagyobb része az valójában szerinted inkább Russzói János volt, mint marxista, és megkülönböztetett tehát ezt a két alaptípusát, vagy ideáltípusát a szocializmusnak, és mindezt úgy, hogy tehát az állításod, hogy még a magukat marxistának gondolók legnagyobb része is valójában nem volt marxista. És egy másik szövegben azt írod, hogy ez a szocializmus, ami tehát a munkás mozgalom és a szociáldemokrácia, és Kelet-Európában pedig a magukat szocialistának nevező diktatúrák, ezek a burzsvá modernitásnak a társszerzői voltak, és fontosnak szoktad tartani, ahogyan most is kiemelni, hogy noha igaz az, hogy a jóléti állam védelme az egy erkölcsi kötelesség, és hogy a rendszeren belül is kell ilyen típusú, mondjuk emberbarát reformokért küzdeni, a feladat az más. És ebben az idézett hosszabb írásodban ezt úgy fejezed be, hogy az a munkásosztályi kultúra, amely oly sokakat inspirált heroizmusra és önmegtagadásra, halott. Ez a kultúra modernista volt abban az értelemben, hogy egy világi, egalitárius és jogalapú társadalmat próbált létrehozni. A munkásosztály erről gondolta hibásan, hogy a szocializmus nem az, ez a kapitalizmus. A kapitalizmus csak akkor lehetett saját maga, ha és amikor támogatta a szocializmus illúziója. Mi már felszabadultunk ez alól az illúzió alól, tisztában látjuk a feladatot. Hogy akkor mi volna a feladat, szerinted? Hát, mint mindig, bizonyos értelemben, ugye az alapprobléma a kapitalizmusban természetesen az, hogy amit nem sikerül soha megszüntetni, a létező szocializmus biztos neki se kezdett a kapitalizmus megszüntetése alapvető munkájának, a kapitalizmus alapeleme ugyanis nem a tulajdon. A tulajdon fogalmával Marxnak
a Gazdasági Filozófiai Kéziratok című korai munkája kezdődik. De a tőke nem. A tőke, mint tudjuk, ugye az áruval kezdődik. Az érett és érvényes, számomra érvényes Marx ugye az áruval kezdi, nem véletlenül, bár ez nem egy problémátlan dolog, de ezt most hagyjuk. Az árutermelés, a bérmunka, a pénz, az időgazdálkodás érintetlen maradt a létező szocializmusban, a legcsekélyebb mértékben nem nyúlt hozzá senki, sőt, az ipar megteremtésével ezek az államok nagy mértékben kifejlesztették a kapitalizmus jellegzetes vonásait, technikáit és kultúráit a kelet-európai államokban. Ami kapitalisztikus modernizmus van ezekben az országokban, azt a létező szocializmus hozta létre 90%-ban. Tehát alternatíva történelmi értelemben nincsen. Pillanatokra, persze, hogy nem. Tehát a kommunizmus munkáját azt egyfolytában el kell kezdeni. És nincs megkezdve. Nincs megkezdve. Csak teoretikusan van megkezdve, hiszen annak a ugye természetesen, mint romantikus fogalom, hogy meg kell szüntetni a munkát, ebben az értelemben természetesen létezik a baloldali kommunisták, ez nem egy általános megjelölés, ez egy létező mozgalom volt. Linkskommunisten, meg a tanácskommunisták, meg az anarchoszindikalisták körében, és ma is vannak olyan mozgalmak, amik kifejezetten a munka ellen irányulnak. Ezek utópikus, radikális mozgalmak. Nem értem, hogy nem veszik az illetők komolyan ezt a dolgot, hanem egy olyan radikálisan más világnak a megteremtése, amelyben a primér szükségletek kielégítése nem közvetett, különösen nem pénz által és piac által közvetített, de nem csak, amelyben olyan többiekétől elválló képességeket és tudásokat kell kifejleszteni annak érdekében, hogy megéljünk, amely nem összeköt a többi emberrel egy biológiai és szellemi közösségben, hanem elválaszt bennünket egymástól, munkamegosztásban és egyebekben, az nem, egy ilyen társadalom nem hozhatja létre azt a humanista eszményt, amely független a szocializmustól, megelőzi történelmi értelemben, ami mégiscsak az emberi nem alapvető egységét tételezi, amely nélkül még az egyenlőség is elképzelhetetlen. Az egyenlőségnek ugyanis az intuitív fogalma mégiscsak föltételezi azt, hogy legalábbis valamilyen dimenzióban az emberek egyformán értékesek. Ugye? Ezt az egyenlő méltóságnak szokták hívni a kantiánus liberálisok, a fogalmazás mellékes. Na most, de ezt realizálni, és nem pusztán föltételezni filozófiailag és morálisan, mert hogy egy olyan eredményhez akarunk eljutni, ahol mindenkit tisztelnek, ugye? Hanem egyszerűen realizálni az emberi nem egységét ebben az értelemben, azt el kéne kezdeni. Azt el kéne kezdeni, és az a fajta virágzás, és az a fajta el nem válása a csöndnek és a zajnak, a forradalomnak és a merengésnek, meg ami a szép életet, meg a jó életet egyáltalán jelenti, az szükségképpen azt kell, hogy jelentse, hogy a munkaidő és a szabadidő nem válik el egymástól, és nem úgy, hogy a szabadidő lesz olyan, mint a munkaidő volt, ugyebár, amire egyre több lehetőség nyílik a digitalizációval és hasonlókkal, hanem megválik a gépiességtől és teljes mértékben alárendelődik az ember élettevékenysége azoknak a normatív kívánatoknak és vágyaknak, amelyek az emberi mi voltot teszik. Erről nem lehet lemondani, mert enélkül még csak egy tűrhető életet sem lehet élni. Amennyiben az erre való törekvés
nem jelenti legalább nagyon fontos részét a cselekvésünknek, és meghatározottságát teleológikus értelemben cselekvésünknek, akkor nem fogunk semmire sem menni, amint ez már kiderült. Amint ez már kiderült. Ugyanis azokat a politikai és gazdasági vívmányokat, amelyeket a legcsekélyebb mértékben sem szeretnék letagadni, amelyeket a szociáldemokrácia, amely mégiscsak a legkisebb rossz, ugye létrehozott egy csomó helyen, azokat nagyon könnyű volt lerombolni. Nincsen biztosíték egy ilyenfajta társadalomban, mint a mi társadalmaink, a legjobb fajtáiban sem, nincsen biztosíték arra, hogy annyira megváltozott az emberi együttélés szerkezete, hogy nem lehet visszacsinálni egy ellenforradalommal a felszabadulást. Az ilyen felszabadulás nem igazi felszabadulás, annak véglegesnek kell lennie, ugyanis ha nem végleges, ha félni kell attól, hogy megdől, akkor nem lehet felszámolni az államot. Amennyiben az államnak kell szabályoznia, tehát kívülről kell szabályozni azt a normatív tevékenységet, amely egyébként mindannyiunk sajátja, kicsiben, minden egyfolytában döntünk arról, hogy mit szeretnénk, és mit lehet, mit érdemes kívánni, és mit nem. Választunk a szép célok között is, de választunk a kényszerek és a céljaink között is. Ameddig ezt kívülről kell szabályozni, hogy az ilyenfajta vágyak és akaratok ne sértsék meg a többi embert, addig mindig szükség lesz az intézményes kényszerre, ha pedig van intézményes kényszer, akkor van igazságtalanság is. Tehát a Rousseau által föltett rendkívül mély kérdéseket nem úgy kell megválaszolni, hogy Rousseau megválaszolta a kérdései jók. Ő az egyik legnagyobb zseni volt, aki tehátán hozott a föld, szóval azért az ő kérdései nagyszerűek. És hát gondoljunk bele, hogyha tényleg visszagondolnak Rousseau-ra, csak pusztán csak a témáira. Miről írt? Émile, ugye? A nevelésről. Fölveti ezt a fontos kérdést, hogy mi legyen a gyerekekkel? Mi legyen a gyerekekkel, akik az autoritás alatt élnek, még a legszabadabb társadalomban is? Hogyan lehet a gyerekeket szabaddá tenni, úgy, hogy közben hát nem lesznek belőlük elvadult kis állatok, ugye? Hogy lehet őket így nevelni? A szabadságnak az egyik legfontosabb kérdése, hogy mi legyen a gyerekekkel, akiket a legszabadabb társadalom is nem szabadnak stipulál. Miről írt még, ugye? Eloise, az új Eloise, ugye? Hát a szerelemről. Hogyan lehet boldognak lenni, amikor parciális emberek vagyunk, torzók, csonkok? Hogyan lehet szívből szeretni egy másik lényt, amikor nem vagyunk egész emberek? Milyen világ ez? Természetesen a szerelem is csak egy utópia. Ez világosan látszik, egy utópia. Abban a pillanatban, ahogy föltevődnek azok a kérdések, amelyekkel a szerelem összekapcsolódik, család, egyebek, de nem csak, az idő telik, banalizálódnak kapcsolatok. Felnőtt emberek ülnek itt egy kivétel. És ugye ezek az igazi nagy kérdések, és hát a társadalmi szerződés. Hogyan lehet szabad emberek között létrehozni olyan egyességet, amely nincsen senkinek sem a kárára? Hát ha azt kérdezed, hogy mi a vezérfonal az én tevékenységemben, miről szól a szem és a kéz? Hogyan lehetséges az, hogy mindenkinek jó legyen? Ez az a kérdés. Ami mindenkinek jó, az egyik fejezet címe. Mindenkinek jó. Nem a legtöbb embernek. Nem a legtöbb embernek. Mindenkinek. Csak az az érvényes. Gondolom én. És úgyhogy persze, hát ezek a jó kérdések. Hogyan lehet kényszer nélkül szabadon és boldogan együtt élniük különböző embereknek a maguk elképesztően destruktív, mert hogy a vallomásait is megírta. Ugye azt írja vallomások elején Rousseau, azt fogom tenni, amit még soha senki nem tett, őszintén leírom azt, hogy milyen egy ember. Hogy neki se sikerült, az vitatható, de hogy senki nem írta le őszintén, hogy milyen egy ember, az biztos. Na most, ugye, hát rémes is lenne. Na most, ugye, tehát
Tehát föltette azt, hát, hogy antropológiai kérdéseket is. Alkalmasak vagyunk arra, hogy szabad emberekként egy olyan egyességet kössünk, amely mindenkinek jó? Mi van a belső agresszióinkkal és destruktivitásunkkal és önzésünkkel és hazugságainkkal és tovább? Ne? Tehát föltette a kérdéseket. Föltette a kérdéseket, azokat a kérdésekkel válaszolni kell, különben az egész nem ér semmit. És hát erre kell törekedni. Egy picit, ha szabad visszatérnem a politikai következményekre, vagy a politikai gyakorlatra, és itt kicsit az ördög ügyvédje, vagy legalábbis a szociáldemokrácia ügyvédje is leszek, ami tulajdonképpen önazonos az én esetemben, hogy ugye, ha arról szeretnénk meggyőzni embereket, hogy tegyenek erőfeszítéseket valamiért, vállaljanak áldozatokat valamiért, mégpedig azért, amit mi politikailag helyesnek tartunk, azt egy szociáldemokrata keretben sok szempontból aránylag könnyű elérni, mármint megérvelni abban az értelemben, hogyha kevésbé lenne gazdagpárti az újraelosztás rendszere, hogyha kevésbé lenne tőkepárti a munkatörvénykönyve, hogyha az iskolai rendszer az nem az osztályhelyzetet, hanem a szorgalmat jutalmazná, és így tovább. Vagy semmit. Vagy semmit. Akkor ugye egyrészt könnyen megérvelhető az, hogy azok, akikhez elsősorban beszélünk, nekik mindenképpen jobb lenne, és aztán mindenféle más gondolatnak a bevonásával az is könnyen megérvelhető, hogy tulajdonképpen mindenkinek jobb lenne, mert akik nem hajléktalanok is jobban tudnak élni egy olyan városban, ahol mások nem fagynak halálra reggelre, ha hideg van, nem jó azt tudni, hogy mások körülöttünk szenvednek. És hát egyébként ráadásul ezeknek az érzékenységeknek nem csak filozófiai megalapozása van pont Rousseau-nál, hogy rossz, ugye bizonyos értelemben az ember mi voltunk lényege az, hogy rossz nekünk, hogyha egy másik ember szenved, hanem mindenféle közgazdasági, népegészségügyi és hasonló kutatások, amelyek azt mutatják, hogyha kisebbek a jövedelem egyenlőtlenségei, akkor ott kevesebb a mentális betegség, kevesebb az erőszakos bűncselekmény. Hiszen harmonikusabb társadalom, persze. És így tovább. Tehát itt tulajdonképpen a céloknak a javasolt közpolitikai intézkedéseknek és a megszólítottak közvetlen vagy közvetett érdekeinek van egy összhangja. Tehát meg tudjuk mondani, hogy mit szeretnénk, miért és hogyan. És ezzel szemben pedig akkor, amikor, és szerinted akkor járunk el helyesen, hogyha nem a kapitalizmus következményeit vesszük célba, az igazságtalanságot, az egyenlőtlenséget, hanem a kapitalizmus magát, a bérmunkát, az árutermelést és így tovább, akkor nincsenek, tehát nem állnak rendelkezésünkre azok az elemei a gondolatmenetnek vagy politikai programnak, amelyek mondjuk egy szociáldemokrata gondolatmenetben a rendelkezésre állnak. Tehát nem tudunk ahhoz hasonló dolgokat mondani, hogy tulajdonképpen, ha több szociális bérlakás lenne, vagy nem lenne egy kulcsos adó, viszont magasabb lenne a családi pótlék, akkor az mindenkinek növelhetné a jólétét. És tehát, hogy én erre gondoltam visszatérni, mert azt hiszem, hogy sokan azok közül, akik valamilyen módon, valamilyen formában a kapitalizmussal szemben helyezik el a saját politikájukat, illetve saját magukat, azért nagyobb részt a kapitalizmus következményei miatti erkölcsi fölháborodás miatt járnak el így, ami szerinted alapvetően... Hát Marx is így kezdte, viták a fallóbási törvényről. Igen. Ami szó szerint aktuális most. Most is elítélik az anyókákat, akik rőzsét szedtek az erdőben. Pont úgy, mint Poroszországban 1818-ban. Pont úgy. Igen, ráadásul az élő fára elkövetett lopás az összekhatártól függetlenül bűncselekmény, tehát nagyon sokat így lehet. Van. Így volt a régi porosz kapni. Erről írta a fiatal Karl Marx az egyik első jó nagy cikkét. Az a címe, viták a vallóbási törvényről, Marx és Engels összes művei, első kötet. Tehát a kérdésem az, hogy szerinted ez a félreértés alapvetően. Tehát a kapitalizmussal nem elsősorban az a probléma, hogy igazságtalan, hanem valami más. Igen. És noha gondolom úgy érzed, hogy az előbbi kérdésemre tulajdonképpen nem, már elmondtad az nem, erre... Nem, az igazságtalanság következmény. Választ. Igen. Egyáltalán, hogy mondjam, én ebben egész egyszerűen pesszimista vagyok. Tehát a szociáldemokráciával szemben nem ellenfél, hanem
hitetlen Tamás. Azt gondolom ugyanis, hogy a következmények leküzdése, az okok leküzdése nélkül nem vezet tartós eredményekhez, egészen szerényen fogalmazzak. Amint a történelem egyébként kimerítően bizonyítja is. Nem a világ változott meg, hanem nagyon fontos aspektusai a társadalomnak, időlegesen megváltoztathatók. A viszont kérdésem a következő. Én elmondom, hogy én hogy válaszolnám meg, de arra is kíváncsi volnék, hogy te hogyan válaszolnád meg. Miért szenvednek akkor vereséget szociáldemokrata kormányok? Miért szavazza le őket a többség, amelynek a szociáldemokrata politika az előnyére szolgál? És mint félre, az egyszerűség kedvéért félretéve a megtévesztést, a manipulációt, a nem tudom micsodákat, ezt most az egyszerűség kedvéért tegyük félre, az érvelés kedvéért tegyük félre. Mert hogy nem csak erről van szó. Ugye ezt szokták mondani a konzervatívok erre, hogy az ember nem arra van teremtve, hogy egyenlők társadalmában éljen, hogy a megkülönböztetés és a distinkció társadalmi funkciói nélkül az erkölcsi különbségtétel lehetetlen. Hogyha a társadalom nem választja el a búzától az ocsút, a kiválóakat a hitványaktól, akkor az nem lesz igazságos társadalom, következésképpen a szociáldemokraták törekvése az egyenlőségre, és minden egyenlőségi törekvés az ezt teszi, tessék beletekinteni bármelyik jobboldali újságba, mindenki azt mondja, hogy ezek az egyenlőségi törekvések az a baj, hogy ettől az erre nem érdemes niggereknek fog jobban menni a soruk. Ugye? És hát ez is bizonyítja az egyenlőségi társadalmat, nem jó, hiszen olyan különféle alacsony rendű emberek, mint a nők, meg a, nem tudom, meg a niggerek, meg a bevándorlók, nem tudom, kicsoda, kerülnek jobb helyzetbe. Rendben van. Ez természetesen marhaság, mert ilyenfajta rögzöttségei emberi társadalmaknak nincsenek. Ezek mulandó, történnek meghatározó ideológiák, meg hol vannak, hol nincsenek, hol ilyenek, hol olyanok. Persze ez, erre nem is érdemes szót vesztegetni. Viszont az a kérdés merül föl, hogy a sikeres szociáldemokrata politika, amely kombinálja a, hogy hívják ezt, az a rémes szavakat használnak erre, a felzárkóztatást, ugye az hátrányos csoportok jobb helyzetbe hozását, tehát ugye a negatív diszkrimináció felszámolását, pozitív diszkrimináció révén egyesíti normatív módon az egyenlősítő újraelosztással és különféle intézkedésekkel, amelyek elősegítik az egyenlőséget és a társadalmi harmóniát. Ez számos ember számára a szűkösség társadalmában és korlátozott körülményeink között bizonyos törekvéseknek a lefékezését jelenti, megszünteti azt a korlátozatlan, vad, fauszti törekvést, ami a kapitalizmusnak állítólag a nagy előnye, Schumpeter szerint és mások szerint, ami igazi motivációt jelent a kapitalista társadalomban a hódításra, a fejlesztésre, a akkumulációra, amit tudom, micsodára. Következésképpen az egyenlő, kiegyensúlyozott, harmonikus és szabályozott társadalom szabadságkorlátozásnak a percipiálódik, mondják sokan. Én ezzel nem értek egyet, ez egy más kérdést, ez egy létező érzés a társadalomban, és mindig kihasználhatják és ki is használják a privilégiumokkal rendelkezők, amennyiben vannak privilégiumokkal rendelkezők. Tehát egy olyan, a szociálisokat a társadalom az tulajdonképpen egy arisztotelészi állapotnak a megtestesülése. Azt mondta, hogy a demokrácia az az egyenlőtlenek egyenlősége. Az egyenlőtlenekre kiszabott, egyenlő és fair jogszabályok, illetve egyenlősítő rendelkezések elegye. És hát valóban ez Athénban így is volt. És hát a szociális demokrácia ennek hát egy modernebb és komplexebb és tökéletlenebb változata. Ilyen értelemben persze nagyon klasszikus, nyilvánvaló, tehát számol az egyenlőtlenségekkel, amelyek fennmaradnak, hiszen egy kapitalista társadalomról beszélünk, ugyanakkor azonban egyfajtában korlátozza az egyenlőtlenségeket, márpedig az egyenlőtlenség mi más, mint a profit.
márpedig a profit innovatív és kreatív hajszolása, ugye, amely egy szenvedély a kapitalista társadalomban, mert az egyenlőtlenség a kapitalista társadalomban az nem pusztán egy adottság, hanem egy szenvedély. A kiválóság hajhászásra. Elsőnek lenni. Versenyezni. De szimbolikusan is, hát mindent pontoznak, nem mai, legalábbis. Ki a legeladottabb szerző, ki a leglájkoltabb, nem tudom micsoda, és a többi, ki a legnézettebb videoblogger, ki a, mit tudom én, kinek van a legtöbb pénze, ki a, kinek van a legtöbb fióküzlete. Versengés társadalma, és a versengést, és tehát az önzést, azt korlátozza az egalitárius társadalom. Nem igaz, hogy nem mond ellent a kapitalizmus logikájának. Még ez a mérsékelt szociális tövegkutat, ellent mond. Tehát amit realizál, az egy ellentmondás, az ellentmondás pedig elégedetlenséget kelt, amennyiben pesünk van, és valami nem megy jól, akkor azt gondolja, tehát ki akkor ilyen ciklikusság, amit ilyen kettős mozgás nevezett Polányi, hogy hol ilyen erőteljesebben etatista és újraelosztó szakaszokon megy keresztül a kapitalizmus különféle jó és rossz formákban, hol pedig szabadkereskedelmi és nem tudom, piaci formák. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit a szociáldemokraták sem mondanak mást, hogy ezek nem végleges megoldások. Ezek rendszabályok egy morálisabb és materiálisan elviselhetőbb társadalomnak létrehozására, amelyen állandóan dolgozni kell, mert a kapitalizmusban benne rejlő erők ezt mindig megpróbálják visszafordítani. Nem, hát ezt egy rendes reformistának ezt tudomásul kell vennie. És nekem ezzel szemben nincsen kifogásom. Csak nem hiszel bennem. Nem, hát hogyha egyszer nem sikerül az életet annyira megváltoztatni, hogy az a szenvedély, ami a versengésben és az egyoldalú előnyszerzésben és a győzelem kultuszában és a siker kultuszában nyilvánul meg, tehát hogy nem sikerül nekünk is valamennyiünknek ebben a társadalomban valóban megváltoznunk, ami mégiscsak minden erkölcsi változás alapvető célja, hogy mi is megváltozzunk, és jobban, nem csak arra vágyunk, mit jelent egy erkölcsi célkitűzés? Nem csak az, hogy a viszonyok jobbak legyenek, hanem az is, hogy mi jobbak legyünk. Hát nem. Hát arról lenne szó. Na már most bizony, ennyiben Rousseau-nak és Tolstoy-nak igaza van, ha le. És legalábbis, hogy erről kedvezőbb lehetőségek legyenek. Tehát én nem gondolom, hogy ilyen fauszti alapon, az ördöggel cimborálva, azaz a kapitalizmussal és a piaccal cimborálva, ezeket a célokat el lehet érni. Nem hiszem, el lehet, kétség, lehet javítani a viszonyokon, az is lehetséges, hogy gyakorlati értelemben nincs jobb megoldás. De akkor mondjuk azt, hogy gyakorlati értelemben nincs jobb megoldás, a kapitalizmus örök, és mi korrigálni fogjuk, ha bírjuk, ha lesz hozzá erőnk, ha nem unjuk meg, és hogyha nem dugnak bennünket börtönbe. Jó, én itt ellenállok annak a kísértésnek, hogy megválaszoljam azt a kérdést, amit föltettél. Már csak azért is, mert egyrészt, és akkor biztos majd jobban fogok tudni rá válaszolni, másrészt pedig, mert közel 90 perce beszélgetünk, és előfordulhat, hogy a közönség is föltett kérdéseket, egy csomót egyébként, de majd azért kamerákon kívül. Jó, akkor majd röviden, mert tényleg eltelt az idő, rövid válaszokat fogok adni, és ha valaki ez elégedetlen, akkor majd igyekszem majd következő munkáimban megválaszolni a kérdéseket. Vannak egyébként rövid kérdések is, úgyhogy lehet, hogy több is, mint három jó belefér. Mi volt az utolsó film, ami komoly hatást gyakorolt rád? Az Amarcord. Közkeletűnek gondolható vélekedés vitapartnereim körében, hogy TGM úgymond komcsi. Magam ezt nyilvánvaló butaságnak gondolom, de nincs lehetőségem megfelelő tudás hiány sem alátámasztani, sem cáfolni. Mi erre a válasz és egyetérte azzal, hogy ma Magyarországon, de talán a világon sehol nincsenek kommunisták, illetve ha tényleg nincsenek, kívánatos volna, hogy legyenek.
Vannak azért. És, tehát ez definíció kérdése. Természetesen a magam módján, igen, és egy kommunista vagyok, igen, ajánlom a 888.hu figyelembe ezt a kijelentést, és nyilvánvaló, hogy nem a lenini tradíció értelmében. Ez nem csak történelmileg bukott meg, hanem morálisan is, és nem vagyok híve. Akkor is, hogy a természetesen öregedvén az ember árnyaltabban nézi ezeket a dolgokat, én nem vagyok olyan értelemben lelkes antikommunista, ahogy voltam évtizedeken keresztül, de azért lényegében antikommunista is vagyok, amennyiben a kommunizmus az a bolsevik szovjet rendszert jelenti, nem minthogyha ennek a történelmi tragikus és iszonyatos nagyságát nem ismerném el. Nem gondolom azt, hogy ez egy hülyeség volt, én azt gondolom, hogy egy tragédia volt. A kettő között van különbség. Úgyhogy nem, én abban az értelemben vagyok kommunista, hogy itt előadtam. A politikai mezőben az aktornak, az egyénnek mik a lehetőségei gazdasági és történelmi struktúrákkal szemben? Nem lehet tenni semmit, csak ha úgy állnak a csillagok? Minél modernebb egy társadalom, annál inkább így van. Gondoljanak bele a következőbe. Egy rendes középkori társadalomban, nem is csak az európai és keresztény társadalomban, másokban is, bár nem egészen mindegyikben, mit tehetett egy ember, aki a szokásos munkarendben nem fért el, elment szerzetesnek? Volt a rendes fizikai munkával és a szexuális renddel szemben tömeges alternatíva. Életformákat olyan radikális értelemben lehetett választani, ahogy ma nem lehetséges. Úgyhogy a modern társadalom ugyanis egységesíti az emberi világot. Mindenki bizonyos értelemben termelő, mindenki bizonyos értelemben fogyasztó, mindenki közvetítő, mindenkinek állnak a rendelkezésre kulturális tartalmak, de az, hogy valaki az életét meditációval töltse, úgyhogy az anyagi elégtétel érdekében ne tegyen semmit, az rendkívül kivételes helyzet, de voltak olyan pillanatok a történelemben, amikor a férfi lakosság 30 és a női lakosság 10%-a szerzetes volt. És ez előfordult még a 20. század elején is Tibetben. És hát ez egy kicsit archaikus társadalom. Na most, hát ezek viszont radikálisan más lehetőségek, mint amik számos rendelkezésre állnak. Tehát azt kell mondanom, hogy igen, a csillagállástól egyre több függ, egyre determináltabbak vagyunk, és többek között ezért puhább és elasztikusabb ez a determináltság, mert különben nem bírnánk elviselni, hiszen valamennyiünkre ránk nehezedik. Ahogy ez nem volt így. Milyen könyveket kell elolvasni azonnal? Bocsánat, úgy pontos, hogy milyen könyveket kell elolvasnom azonnal? Jó. Horkheimer Adorno a fölvilágosodás dialektikája. Walter Benjamin Passagenwerk. Peter Weiss Die Ästhetik des Widerstands. Tessék, hogy talán németül. Le van fordítva franciára is, meg olaszra is, meg angolra is, nincs probléma. Angolra csak az első kötet. Igen? Gyalázat. Na most... befejezetlen mondat. Felelet. Optimisták. Visegrádi utca. Egy ember élete. Ez most a következő hétre elég lesz. Jó, létezhet-e baloldali nacionalizmus? Létezik. Létezhet. Nem szeretem. Mondjak erről még valamit? Hát, talán. Már csak azért is, mert erre nekem már nem volt időm rákérdezni, de gondoltam, hogy
hogy érdemes volna, mert az egyik olyan fontos elmélet, illetve politikai kérdés, ami nem volt beilleszthető ebbe a kronológia, illetve logikai évbe, amit itt igyekeztünk fölvázolni, az pont a nacionalizmus, etnicizmus szembeállítása. Hát persze, ezer oldalakat írtam róla, igen. Igen, igen, és vissza-vissza is térsz erre, nemrégiben, már most abban az időtávban, amiről itt beszélgettünk, nemrégiben volt az ÉS-ben egy írásod, a Magyarok voltunk, ahol tulajdonképpen eltemetted a nacionalizmust, de közben meg néhány hete is visszatértél az egyik publicisztikádban a nemzeti kultúrának a hát tulajdonképpen a védelméhez, és amit alapvető fontosságúnak tartasz. A kultúra utópiájához, igen. Igen, mert a fene persze megette. Mint hogyha lenne itt valami ambivalencia, erre akartam rákérdezni. Nem, nincsen ambivalencia. Természetesen nem gondolom azt, hogy a nacionalizmusnak nem voltak történelmi nagy funkciói. Elvégre a baloldal, az egész baloldal nacionalista volt 1848-ban. Azóta nem nagyon. De kétség kívül a létező kompromisszum, a kapitalizmussal kötött létező kompromisszum egyik formája a nacionalizmussal való kiegyedés. Minden kapitalista állam nacionalista állam, elkerülhetetlenül, ennek különféle formái vannak, ez mindegy, és legalábbis minden kapitalista állam többek között az etnikai különbségtétel valamelyik formájára is épül, mint hogy a nemi különbségtétel valamelyik formájára is épül, a formák változnak, ez az alaptény, nem? És abban a pillanatban, ahogy a kompromisszum a kapitalizmusra előre haladt a szocialista mozgalom történetében különféle fázisokban, hát ugye mikor lett bizonyos értelemben történelmileg vége a szociáldemokráciának, aztán újjá született, azért kellett újjá születni, mert meghalt, csak azt tud újjá születni, mert meghalt. Hát 1914. augusztusában, ugye, amikor, mint mindenki tudja, a szociálista pártok megszavazták a hadíteleket, és komoly szerepet játszottak az első világháborúban. Ezért játszott le a munkásmozgalom az első skizma, semmivel nem jelentéktelen, mint Róma és Bizánc közötti skizma a történelemben, semmivel nem jelentéktelen, legalább olyan fontos dolog. Hát elvégre mi történt 1918-ban Németországban? Hát polgárháború volt szociáldemokraták és kommunisták között. Ugye elég vicces, ugye van két ilyen nagy pártalapítvány, ami Budapesten is működik. Az egyik az úgy hívják a Friedrich Ebert Stiftung, a másik úgy hívják a Rosa Luxemburg Stiftung. Hát az egyik megölette a másikat, hát kínos, ugye? Azt mondja, hogy Friedrich Ebertről nevezik el a szociáldemokrácia alapítványát, az elég vicces. Kétség kívül volt az első szociáldemokrata elnöke Németországnak egyiben, de hát ugye nem is véletlenül, mert elég jól együttműködött azokkal a fehérgárdi statisztikai különítményekkel, amelyek Karlot és Rózát aztán megölték. És úgyhogy a 17-től 23-ig tartó forradalmi periódus volt a történelemben az első, és sok tekintetben az utolsó, nacionalizmus ellenes forradalom. Ma annyira megszoktuk, hogy a nacionalizmus, az emberi természet, szorol, vagy hasonló etnicizmus, rasszizmus, az emberi természet velejárójának tekintsünk, az meglepő, hogy az emberek fölkeltek, föllázadtak a nacionalizmus ellen, pedig ez történt. Nem mindenütt, ugye, mint leírtam önök a vesztes államokban, jellemzően, és nem a győztes államokban természetesen, de mégiscsak ez történt. És hát ugye ennek vége lett nagyon hamar, ugye amikor Sztálin megkérdezte a szocializmust egy országban, ugye ez a folyamat befejeződött. Ugye 20 éve, 10 évig tartott az internacionalizmus. Nagyon tetszik nekem, amikor azt írják, hogy a jobboldali sajtóban, hogy a Magyarország ugye 50-es évek tipikus internacionalista. Internacionalista? Ugye ezt nevezte Justus Pál árvalányhajas marxizmusnak. Ugye még voltak a népszerű filmek és darabok, ugye Rákóczi hadnagya, Kard és kocka, stb. Kőszívű ember fiai, mit tudom én sem. Az, amiről most ábrándoznak ezek a fickók, ugye, hogy majd csinálnak olyan népszerű kultúrát, amelyben lehet mindenféle kardot köszörülni és pengetni. Na de hát ugye ekkora nemzeti svung nem volt senki másban, csak a kommunista pártban, nagyon sajnálom. Úgyhogy a, ugye a maga a legfontosabb ideológusa
a Magyar Kommunista Pártnak, Révai József, ugye annak a nacionalizmusnak a megteremtője, amelynek az elemeivel ma is találkozunk a jobb oldalon. Nem ez volt a Révai szándéka természetesen, ő csak abban a nacionalista előítéletben osztozott a jobb oldallal, hogy csak úgy lehet meggyökeresztetni a kommunista pártot és a kommunista mozgalmat, amelyet mégis ilyen emigráns, meg idegen szívű, meg internacionalista izének állítottak be a Horthy-korszakban, hogyha bemutatja, hogy jobb nacionalista, mint a többiek. Nem úgy, hogy nacionalistább, hanem jobb, mélyebb, komolyabb, összeköti a plebejus törekvésekkel. Szóval a kuruc. Ugye, mi volt a jelszava a Rákosi rendszernek? A Rákosi rendszer nem az volt a jelszava, hogy világpolitikai egyesületek, az volt a jelszava, hogy lobogunk Petőfi. Az volt a jelszava, ugyebár Horváth Márton előadásában. Na már most, magukban nem tudják, ki volt Horváth Márton, jobb is. Na mindegy, ő volt a Szabad Nép főszerkesztője és egyebek. Na minden esetre, ugye az a helyzet, hogy ezek dekadencia tünetek a baloldal történetében, de reálisak, természetesen. Nyilvánvaló, hogy olyan helyeken, ahol még a régi harcokat vívták, mint a volt gyarmati országokban, ott ez nem volt dekadencia tünet, hanem egy emancipációs törekvésnek volt egy része, az idegen uralomtól megszabadulás, hogy intuitív módon, kétségkívül egy szabadság törekvés is ilyen értelemben a polgári forradalmaknak egy elkerülhetetlen velejárója, de az, hogy volt ilyen szocialista típusú nacionalizmus, ez is mutatja, hogy a kapitalizmus meghaladására nem került sor. Ez ezért van, nem másért van, ez ezért van. Ahogy írja az Adorno a negatív dialektika előszavában, ezt a híres mondatot, hogy a filozófia ismét szükségessé vált, mert megvalósítását elmulasztották. Verzäumt ward, írja a szerző. Na jó, ez történt. Most picit kikerülted egyébként a kérdést annyiban. Lehet, bocsánat, nem szándékosan. De nem, csak nagyon belemerültél a rákosista kultúrpolitikába, hogy már a felidézésében csak, hogy tehát az nyilván nem volt egy baloldali rendszer, tehát az, hogy annak a nacionalizmusa nem volt baloldali. Tehát itt azt hiszem a kérdés az arra vonatkozott, hogy így a reformkori irodalomban megjelenő egyenlőségelvű... A polgári forradalmak korszakában persze, hogy egy progresszív dolog volt, tehát hogy ne? Hát persze. Nem, de a gyarmati népek esetében is természetesen, persze. Illetve persze. Most is progresszívabb ezt szoktad hangsúlyozni, mint az etnicizmus értelemszerűen. Hát nyilván. De... Nem arról volt szó, ugye? A Petőfi nem volt fasiszta, hogy egyszerűen fejezzem ki magam, ugye? A népjogok bajnoka volt, és azt mondta, hogy haza ott van, ahol jog is van, stb. Stb. Persze, hát az egy abszolút, hát egy igazi baloldali volt, és egy igazi nacionalista, az akkor az nem volt ellentmondás. Na de az rég volt. Ilyen egyszerűen nincsen. Elvileg ez a kombináció ma sem rossz. Hát akarok én idegen zsarnokokat? Nem. De autokton zsarnokokat sem akarok. Úgyhogy ez a kérdés ilyen értelemben lekerült a napirendről. Jó, köszönjük szépen a figyelmeteket. Neked pedig köszi szépen, hogy eljöttél. És boldog születésnapot még egyszer. Én nagyon sokat tanultam az írásaidból. Szoktam mondani, hogy többet, mint némelyik egyetemen, pedig ott is nagyon igyekszem figyelni, meg sokat olvasok, úgyhogy nekem külön is öröm volt, hogy így hosszasan beszélgetünk. Köszönöm szépen, és köszi szépen. Szervusztok! Köszönjük még egyszer azoknak, akik élőben ide eljöttetek, és köszönjük az online közvetítés nézőinek, hogy velünk tartottatok. A Mérce és a Partizán Facebook oldalán, ha lemaradtatok volna a legelejéről, akkor mostantól visszakövethető lesz a teljes beszélgetés. Holnaptól pedig a Partizán YouTube csatornáján is láthatjátok majd. Osszátok meg, terjesszétek, hogy minél többekhez elérjen. Jövő héttől pedig újra normál keretek között várunk benneteket ugyanígy, este 7 órától élőben itt Budapesten a Baross utca 85-ben, online pedig a Facebookon keresztül. Tartsatok velünk, jó hétvégét, ha van lehetőségetek, akkor menjetek ki Budapesten a Kossuth tér és támogassátok az egyetemi tüntetőket, hogy meg tudjuk őrizni az egyetemi autonómiát. Minden jót, sziasztok, jó hétvégét! Ciao.